jelent nyitottnak lenni? Az, hogy elfogadjuk a másik embert. Bármilyen ízlésű, bármilyen vonzódású. Máshogy viszonyul dolgokhoz, másrészt pedig ezt értéknek tekintjük, mint sem elítéljük. Az elfogadás itt a lényeg. Mindenki saját embertársát fogadja el úgy, ahogy van. Nyitottsági elég macerása megfogalmazható dolog. Nyitottnak lenni számomra azt jelenti, hogy szeretek feltétel nélkül. Minden olyan dolgot, ami nem én vagyok, nem elutasítom és ellenségesen fogadom, hanem nyitottan. Nem tudok egy emberre úgy tekinteni, hogy ő milyen vallású, vagy milyen nem identitású, vagy mondjuk milyen zenét szeret, vagy bármi ilyesmi. Ember, kész. A nyitottság bátorság. 2015 van, itt az idő kinyitni. Mit jelent számomra nyitottnak lenni? Mindent. Nem ítélkezni, megismerni, kíváncsinak lenni. Előítéletek nélkül élni. Elviselni, elfogadni, vagy esetleg akár megpróbálni megérteni a másságot. Mosolyogni idegenekre is. Nyitottnak lenni alapvetően az élet. Hát egyszerűen nem lehet azok az emberek, akik bezárulva és frusztráltan és irigyen és gonoszan és sötétségben élnek, azt egyszerűen nem is, ezt nem lehet életnek nevezni. Hogyha élni akarunk ebben a világban, ezt a kis időt, amit itt vagyunk, akkor nyitottnak kell lennünk. Mindenkit minden körülmény között elfogadunk olyannak, amilyen. Nem szeretem, hogyha a bőrszínem a vallásom miatt megkülönböztetnek. Nem szeretem, hogyha más mondja meg, hogy mit gondoljak. Nem szeretem, hogyha más megítél, mert én se ítélek meg senkit. Képzeljük el mindig magunkat a másik ember cipőjébe, és én mindig azt mondom, hogy próbáljuk meg a másik ember szemével nézni a dolgokat. Számomra most ez a furcsa. Hogy vannak olyan emberek, akik eléggé csőlátásban gondolkodnak. Hajlamosak az emberek mások véleményét magukévá tenni, és azt mint sajátjukat hangoztatni. Gondolkozzunk el, hogy ki milyen, ki mitől milyen is, és nem vagyunk egyformák, és mindenki úgy tökéletes, ahogy van. Elfogadjuk azokat a tulajdonságokat más emberektől, amik akár még zavaróak is lehetnek. A nyitottság az egyben tolerancia, megértés. Az emberséget jelenti és az őszintességet. Azt hiszem az önzésnek az elutasítása. Az egyben egy személyiségfejlesztő gyakorlat is. Meghallgatom a másik embert, és nagyon sok új élmény ér azzal, hogy én nyitott vagyok. Ha nyitott vagy, akkor sokkal többet látsz abból, ami körülötted van. Az élet, ahogy folyamatos változás, nyitottaknak kell maradjunk a változásokra. Je suis Zsuzsi. 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 Ez picit olyan klúzósra sikerült.